érzelmekkel teli dallal lépett fel a Szerencse Szombat színpadán Cserpes Laura. Őszintén című dalának ő maga írta a szövegét, és nagyon büszke erre az alkotásra. Laura nyáron sem pihen, és a sok fellépés mellett újabb dallal is készül. Ez a legújabb dalom, és én írtam a szövegét, a dallamát is gyakorlatilag együtt írtuk Tóth Ádámmal, és az első olyan dal, aminek a szövege is most már az én szerzői vénámhoz fűződik, és nagyon büszke vagyok rá, elég mély érzelmeket tartalmaz, és eléggé kitárulkozom ebben a dalban, de úgy gondoltam, hogy hát az igazi, ami önazonos, és ami tényleg belőlem fakad. Most ez egy nagyon termékeny időszakom, és Tóth Ádámmal készítjük egyébként a következő dalt is. Valahogy nagyon egymásra tudtunk hangolódni, és könnyen születnek az újabbnál újabb dalok. Ami most fog következni, az egy izgalmas dolog, mert először lesz featuring dalom tulajdonképpen, rap részek lesznek, és még azt nem szeretném elárulni egyelőre, hogy ki vagy kik lesznek azok, akikkel együttműködünk, de egy nagyon izgalmas folyamatnak vagyok a része. Én ezt úgy fordítanám le, a szerencse szót az én életemben, hogy áldás, és én nagyon hálás vagyok a Fentinek azért, hogy egészséges vagyok, hogy nagyon szép családom van, hogy jöttem vagyunk testvérek, hogy együtt van a családunk, mert a mai világban azt hiszem, hogy ez is egy nagy dolog, hogy együtt tudtuk tartani, vagy a szüleim együtt tudták tartani, és hát ezen felül, ami van, az már mind csak plusz dolog az ember életében, és amikor mondjuk nehéz időszakot élünk át, akkor tudjuk igazán értékelni azt, hogy mennyi mindenünk van közben, miközben siránkozunk, hogy mennyi mindenünk nincs. Úgyhogy én azt javaslom, hogy minden ember szerintem legalább tud 3-4 olyan dolgot az életében, amiért hálás, és azt minden nap el kell mondanunk, és akkor szerintem több szerencsénk is lesz, hogyha mondhatjuk így.